Kemény dió volt a diótörős játék a tavasz nyitogató családi napon. Ám amelyik kisgyermek nem tudott megbirkózni vele, az is találhatott kedvére való foglalatosságot a Csengei Kulturális Központ melletti parkban és a parkolóban, ahova az esős idő ellenére sok család kilátogatott. A rendezvényt immár második alkalommal a Kulturális Központ, valamint az Együtt a Parlag Fő ellen alapítvány szervezte. A törlingesek, illetve a bábelőadás bekerült a Csengei Egyenes Kulturális Központba rossz idő esetén, de a kézműves foglalkozások, az arcfestés, a szlámkészítés, az egészségügyi méréseket szerencsére meg tudjuk itt kint tartani a programban. És haza sem kell menni a vendégeknek, hiszen kenyérlángost, kürtös kalácsot és a paksi kávét is megkóstolhatják. A tavalyi év tapasztalataiból okulva, amikor elsősorban a kisebb korosztálynak kedveztek a programok, a szervezők kibővítették a kínálatot ijászkodással, gokartozással, és a tinik is elkészíthették legújabb kedvencüket, a slime-ot. Nagy népszerűségnek örventek minden korosztály körében a garboncás játszórét népi játékai. Kalocsáról érkeztek a játékok kitalálói, az Együtt a Parlag Fő ellen alapítvány meghívására. A legnépszerűbb az a körhintánk, a kosaras körhinta, ami inkább kisebbeknek való, hát nagyon szeretnek pörögni a gyerekek, és különböző korosztályoknak vannak játékaink, a horgászat is inkább a kicsiknek, a csigafutam is inkább a kicsiknek, egyszerűbb a tevékenység. A céllövölde az már a nagyobb, a fiúk kedvelik, amikor a csengőt el kell találni a várablakában. A diótörő is egy elég nehéz feladat, ügyesség, gyorsaság, koncentráció szükséges hozzá. Karikadobáló, apatkodobáló, ezek mind ügyességi játékok, főleg ügyességi játékaink vannak. A következő gyermekeknek, családoknak szóló program a Kulturális Központban a könyves vasárnap keretén belül papírszínházi előadás és az ezt követő kézműves foglalkozás lesz április 15-én.